Ezekkel a munkagépekkel dolgoznak a nagymányoki vízelvezető rendszer felújításán. Az elmúlt 60 évben a csapadékvíz tárolására és elvezetésére szolgáló csatorna nem került felújításra. Egy nyertes pályázatnak köszönhetően azonban több mint 210 millió forintból elkezdődtek a korszerűsítési munkálatok. A Nagymányok új telepi részén vagyunk, ami már nem olyan új, mert pont annyi idős, mint én, 56-57-ben épült, és azóta gyakorlatilag nem történt semmi, úgyhogy egy teljes rekonstrukciós sorozaton megyünk át, úgyhogy most minden utcában fölfordulás van, úgyhogy a lakók türelmére számítunk is. Gyakorlatilag nyertünk 211-néhány milliót a csapadékvíz rendezésre, ami nagyon fontos, mert a telep, ennek a településében szinte nincs lejtés, tehát 8-10 centikről beszélünk. De ezzel párhuzamosan ki kell cserélnünk az ivóvízvezetéket, mert az még eternitcsöves, ez saját kivitelezésből megy, mint egy 12-13 millió forintból, plusz áfa természetesen. Akkor nyertünk útra 40 millió forintot, úgyhogy ha kész vannak a közművek, akkor utat építenénk, és van egy 9 millió körüli nyertes pályázatunk a járdákra. Úgyhogy bízom benne, hogy ez a település résznek, legalábbis a főutca része és az infrastruktúra része ezen a részen teljesen megújul. Egy burkolt árok lesz végig, még új hidakkal megy, a magasságok sem jók, tehát mindent föl kell bontani, visszaépíteni. Ahol mély az árakat korlátok, tehát egy nagyon kultúrát, nagyon szép munka. Hozzátette, a csatornázási munkálatok előre haladtával lehetőség nyílik a vízvezetékek cseréjére, majd a járdák és kapubejárók felújítására. A járdaépítés az valószínűleg saját kivitelezésben lesz, az útépítés az reméljük, hogy egy 3-4 napos téma lesz, előkészítést mi megcsináljuk. Én bízom benne, hogy a lakók is elégedettek lesznek, mert most kibírhatatlan a helyzet, egyre rosszabb, de hát ebben a 2-3 hónapban sok-sok türelem lesz szükség, de bízunk benne, hogy gyönyörűséges lesz. Biztonságossá teszi a csapadékvíz, illetve árvízi helyzetet, az ivóvízellátás, mert mondom, egy eternitcsöves hálózat, egyrészt hogy tudjuk, hogy nem túl egészséges, másrészt meghibásodások száma exponenciálisan nő, ahogy az idő telik. A járda az egy komfort, meg hát szép. Továbbá arról mesélt, hogy nem lehetett halogatni a vízelvezető megújítását, mert a kotrás és a rendszeres kaszálás sem nyújtott tartós megoldást. Ugye az utolsó 5 év az aszályos volt, de 10-12 évvel ezelőtt küzdöttünk szivattyúkkal, hirtelen árokaparása mindennel, mert mivel hát megteltek, 56 óta ezek az árok fölteltek, eliszapolódtak, nem funkcionált már normál, átereszek eltömődtek, ezt most mind meg kell csinálnunk. A mélyebb árkokat, tehát ami önkormányzati területen volt, azokat még mi tartottuk karban, de itt már a normál karbantartás nem igazán segít. Tehát itt most egy teljes rekonstrukció. És hát a burkolt árak, ugye ez egyrészt könnyebb karbantartani, másrészt még biztonságosan leviszi a nagyon minimális lejtéssel is a vizeket. Hát én bízom benne, hogy szeptemberben, októberben mind a 4 témába szalagot vághatunk, akár egyszerre is. Gőzerővel folynak a munkálatok, hogy Nagymányokon az előzetesen eltervezett határidőig tudják tartani az ütemtervet.